Ha már Mikulás kupa, a télapó is megtiszteltem a judó versenyt jelenlétével, és minden résztvevőt megajándékozott. Majd nagy elánnal vágtak bele a versenyzésbe a fiatalok a judó bázisának tartott Bezerédi iskola torna csarnokában. Minden évben megrendezzük az év végén ezt a Mikulás kupát. Az egyesület színe java itt van minden korosztályból, a gyerekek itt számot adnak a tudásukról, az érettebbek pedig megmérettetik magukat egy versenyben. Hódmezővásárhelyről érkeztek még vendégversenyzőink, velük egy ilyen közös csapatba lesznek beosztva, és egy ilyen csapat bajnokságot lehet majd itt látni itt a szülők és a gyerekek számára. A legkisebbek kezdték a versenyt, az egészen kezdők, akik most kezdték, innen haladtunk szépen fölfelé, és a legvége az a sportágnak a lényege lesz, a versenyzés. Ezt a gyerekek is láthatják majd itt a végén, hogy milyen szintre lehet eljutni. Közel 150-en jöttünk össze. A gyerekek Mikulás csomagot kapnak majd a Mikulástól, aki hamarosan megérkezik közénk. A versenyzők érem díjazásban fognak részesülni, illetve voltak, akik övvizsgáztak a mai napon, ők pedig övvizsgaoklevelet fognak kapni. 25-en övvizsgáztak, javarészt a kezdő fölötti csoportból az én tanítványaim övvizsgáztak, mindenkinek sikerült a vizsgája, és nagyon büszke vagyok rájuk. Bezerédi Általános Iskola bázisa a judónak, nagyon sokan judóznak ebben az iskolában, itt valósult meg Pakson először az iskolás judó, és hagyományosan így ezért minden évben itt tartjuk. Nagyon fontosnak tartom, és jónak is, hogy olyan példaképek lehetnek a gyerekeknek, akiket testközelből tudnak velük találkozni, és látják őket. Braun Ákos, Kovács Antal, Bor Barna, Csoknyai László, és még sorolhatnám hány példaképe lehet a gyerekeknek. Ez úgy gondolom, hogy Magyarországon egyedülálló, ami itt van Pakson. És ezt a gyerekek is érzik ennek a súlyát, nagyon sokat jelent nekik. Ez az összejövetel zárja minden alkalommal az évet. A judós fiataloknak szép számmal vannak példaképei a szakosztálynál, bőven van kire felnézniük. Ők is itt vannak minden Mikulás kupán. Braun Ákos, Bor Barna, Csoknyai László, Kup Réka, Kovács Antal is, és szeretnék elérni nagy helyezéseket. Hát körülbelül 7 éve judozok. Hát apukám azt mondta, hogy vagy balett, vagy judó. És hát országos bajnokságon 3. helyezést értem el. Hát meg még van, meg diákolimpián is 3. lettem. A többieknek miért ajánlod ezt a sportágat? Mi jó benne? Hát például megtanulsz benne esni. Nem fog fájni, hogyha például az utcán elesel, meg tudod védeni magad, meg a kitartásodban segít, és én szeretem is, és tök jól el lehet benne lenni.